Nem az enyém. Hála jó Istennek! Sziasztok! Erika! Sziasztok! Gábor! És a Hobby King által gyártott F-35-ös Deprom habanyag 56 mm-es. Nálunk hagyták, hogy kicsit hozzuk rendbe, mert a tulaja már igen leharcolta. Az, amit tudtunk rajta helyrehozni, az magában az, hogy a zsanírok rosszul voltak kivagdosva, azaz zsanírok voltak beépítve, most mi azt kiszedtük bele, úgyhogy megoldottuk a uhu porral, illetve ugye a zsanírok helyei belétek csukva jobb hiány bazával, mert nem volt ilyen anyagom hozzá, hogy avval csukjam be. Hát régen én is építettem lapgépeket, de akkor úgy, mint kezdőnek úgy elment, viszont ez nem az én világom. Valahogy nem ezt szoktam meg. Érdekes a design, de ugye mivel csak ugye lapszárnya az egész, na most eleve, ha jobban belenéztek, az egész már el van valami szintén deformálódva, még van kicsit vetemedve. Ugye a tárolás miatt is, meg lehet, hogy ez a hullat is a csávónál nem keveset. Azt mondtuk, hogy azt mondta, megkérdezte minket, hogy hozzuk helyre, valami szintén rendbe hoztuk, ugye megint röpképessé tettük, voltak itt vele elektronikai problémák is, a szabályzóval, azt is megoldottam. Átett rajta minden forraszva, ami között a csatlakozók, még minden. Kiosztok, fölrepítük, elküldöm neki videót, és félteszem, hogyha majd helyen nyíltak, elviszi. Nem. Valakinek biztos jó buli, de én annyira hozzászoktam a emezekhez a repülőkhöz, hogy ez nekem nem. Ah, még szépen van, még csinálva néznek, hogy szép a festése neki, rá van a kép és nyomva, itt egy tigris ott van, menne pilóta, mosolyog még minden, ahogy kell. Megint a riasztónk üvölt, még minden hétvégén. Viszont Az ennyi. Az képest súlyos. Még én amit csináltam azokat a méket, azok mint a könnyebbek lettek. Pedig abban is volt benne kellő merevítésre minden is. Viszont van neki súlya. 2200-as három cillával van meghajtva. 22-12-es motor. Még kettő kis csenevész 9 g-os
HXC900-as servo szerintem, igen, HXC900-as 30 amperos szabályzóval. Ennyi, figyelj. Úgyhogy most mondanám azt, hogy elviszük még egy körre, mert van még aksi, de nem fog elvinni még egy körre, mert fordulóba sem igazán úgy viselkedik, ugye itt azért repül, mert a motortolja itten, mint aerodinamikából szép kevés van, annyi ugye függőleges irányba tartsa, semmi más az égvilágon nincs. Úgyhogy nem mondom, nem az én világom. De mindegy, ezt is megrepültük, pár perc van bele, ezt is odahúzzuk a statisztikába, hogy ilyennel is repültünk. Ennyi. Na, elég volt ennyi. Szasztok! Sziasztok! We'll be right back.